Minden évben késő ősztől tavaszig találkozhatunk az influenza vírus által okozott a légutak megbetegedésével járó széles körben kirobbanó járványokkal. A klasszikus világjárványok kórokozói közül az influenza vírusok A és B típusai maradtak azok, amelyek változatlanul évről évre a legnagyobb számú megbetegedést okozzák. Klinikai szempontból fontos különbség az influenza és egyéb légúti megbetegedések között, hogy az influenza kezdeti tünetei közül a hurutos tünetek hiányoznak. Hirtelen fellépő magas láz, erős levertség és izomfájdalmak a jellemzők. A panaszok általában a fertőzést követően 24-48 órával intenzíven kezdődnek. A hidegrázás vagy borzongás a betegség kezdeti tünete lehet. Az első egy-néhány napban gyakori a láz, akár 39-39,5 fokot is elérheti. Testszerte leginkább a háttájon és az alsó végtagban sajgó fájdalom jelentkezik. A fejfájás gyakran gyötrő jellegű, szemkörüli és mögötti fájdalommal jár, erős fény hatására fokozódhat. Ebben az évben még Magyarországon nem detektáltak influenza vírust. Elindult az influenza figyelése, mint minden évben, az év 40. hetétől, tehát az előző év 40. hetétől, ez év 20. hetéig minden héten jelzés érkezik arról, hogy milyen, hány influenza-szerű megbetegedés volt. December utolsó hetében alig jelentettek az országból, mindössze 3-4 ezer körül volt az ilyen típusú megbetegedés. Január első hetében azonban már ennek a kétszerese volt, mintegy 7 ezer influenza-szerű megbetegedést jelentettek. Ez a szám azonban még mindig nem magas, ráadásul ezek között a betegek között egy sem volt influenza vírussal fertőzött. Európa számos országában viszont már találkoztak, megtalálható a vírus, különböző víruslaboratóriumokban, kétharmadban az A-típusút és egyharmad részben mutatták ki a B-típusú influenza vírust a megbetegedésekben. Külön megemlíteném a H1N1 vírust, amelyet néhány éve mindannyian megismertünk. Néhány országban ennek a jelenlétét is kimutatták, így Izraelben, Törökországban, Amerikában. Az influenza vírusoknak van egy olyan sajátossága, hogy ciklikusan néhány éven keresztül nem okoz komoly világjárványt, hanem csak helyieket. Majd mintegy megerősödve, körülbelül 10 évente egy-egy nagyobb világjárványt okoz. Az idén a szakemberek nem számítanak ilyenre, de ezt biztosan senki sem mondhatja meg előre. Általában a nagyobb népsűrűségű területeken, nagy idegenforgalmú területeken fertőz gyorsabban, például Európában is. Ez egy lehetőséget ad nekünk arra, hogy felkészüljünk, védőoltással védekezzünk. Nagyon sokan sok mindenben hisznek, ami megvéd az influenzától. Természetesen az immunrendszer erősítése, a jó fizikai állapot az minden betegség ellen hasznos, de a vírus ellen kizárólag a védőoltás véd meg nagy biztonsággal. Tehát mindenkinek azt ajánlom, hogy ha lehetősége van rá, és nem szeretne napokig magas lázzal, izomfájdalmak, gyöngeség és légúti tünetek között szenvedni otthon, akkor szánja rá magát erre a kis oltásra, amelynek egyébként mellékhatása nem szokott lenni.